nagyjából a kivitelező befejezi a munkáit azzal, hogy lesznek neki még olyan dolgok, amiért vissza kell, hogy jöjjön. Tudnélik, a műszaki átadás már megkezdődött, egy-két hete körülbelül, és hát 30 napja van, hogy a hiányosságokat, vagy amíg megbírált, vagy nem megfelelő minőségű dolgokat kijavítsa, kicserélje, hát ez minden ilyen beruházásnál így szokott lenni. Ezek folyamatban vannak, de látom, hogy fog maradni neki valami, néhány dolog, bár nem biztos legyen, úgyhogy téved. Születni. De ugyanúgy a házasságtörő asszonynak is azt mondja, hogy kelj fel kicsi szívem, és többet ne védkezz. Tehát hiszi azt, hogy ez az ember kutyából lehet szalonna, nem? És tovább is, ha nézzük, minden történet arról szól, hogy Jézus Krisztus a mennyei atya által teremtett emberbe hisz, bízik benne. Hát pedig elég sok nehézségen megy keresztül, ugye? Jeruzsálem falai előtt térdre borul, sírva mondja, hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, mint kotlóhacsibét, de nem akarjátok, nem megy! Én nem fogtam. Ez egy a papírnomikában. 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 Ez egy a papírnomikában